A Sümegvárosi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk, köszöntöm nézőinket! Németné Tóth Mónika vagyok. Nézzük, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Választás. Átvette megbízó levelét Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő. Csatornázás. A Petőfi és az Árpád utca érintett a fejlesztésben. Új bölcsöde épül. Pályázati támogatással jön létre az óvoda udvarán a modern épület. Április 8-án térségünkben, a 3-as számú választókerületben a választópolgárok többsége Fenyvesi Zoltánra adta voksát. A megválasztott képviselő 16 nappal a parlamenti választást követően vette át megbízó levelét Tapolcán, a választókerület legnagyobb városában. A tapolcai ünnepségen Varga Tiborné, a választási bizottság elnöke ismertette a 3-as számú szavazókerületben elért eredményeket. Elmondta, hogy a Tapolca székhelyű egyéni választókerülethez 116 szavazókör tartozik. A névjegyzékben és a mozgóurnák jegyzékében 67.314 választópolgár szerepelt. Az átjelentkező választópolgárok száma 2.438, a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 342 volt. Összesen tehát 70.094 fő vehetett részt a szavazáson. A szavazókörökben 46.506 választópolgár jelent meg. Az átjelentkezéssel és a külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma 2.556 darab, tehát a szavazó választópolgárok száma összesen 49.062. Az átjelentkezéssel és a külképviseleten szavazók beérkezett borítékjaival együtt az urnában elhelyezett szavazólapok száma együttesen 48.998. Az érvénytelen szavazatok száma 313 darab, a leadott szavazatok 0,64%-a, tehát 99,36%-a a szavazatoknak érvényes volt. Az érvényes szavazatok megoszlása a következőképpen alakult. Pavlovics Márk Máté, Magyar Kétfarkú Kutyapárt, 576. Molnár Edina, Összefogáspárt, 35. Gyécsek Ildikó, Szegény Emberek Magyarországért Párt, 52. Kárpáti Lajos Béla, Magyar Szocialista Párt, Pártbeszéd Magyarországért Párt, 3992. Hajós Erika Ibolya, Magyar Munkáspárt, 87. Fenyvesi Zoltán Mihály, Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt, 22.838. Winkelbauer Klára, Magyarországon élő, dolgozó és tanuló emberek pártja, 40. Király Jonatán, a mi pártunk, 10. Bajcsi Bálint Endre, családok pártja, 130, Rig Lajos, Jobbik Magyarországért mozgalom, 19.748, Csonka Gergő, Hajrá Magyarország párt, 70, Takács Lajos, Lehet más a politika, 1107 darab. A választási eredményekkel kapcsolatban két kifogás benyújtására került sor. Ennek megfelelően az eredmény 2018. április 22-én 16 órakor emelkedett jogerőre. A választási bizottság elnöke Varga Tiborné adta át Fenyvesi Zoltánnak a megbízó levelet. Fenyvesi Zoltán elsőként családja támogató szerepét emelte ki, és a köszönet hangján szólt az ünneplőkhöz. Nagyon köszönöm munkatársaimnak, barátaimnak azt a lelkiismeretes és hosszantartó kemény munkát, amelyben ott álltak mögöttünk, és végigvitték a kampányt. Végigvitték akkor is, amikor nem talán vádak értek bennünket, csalásról lehetett hallani, kergetett bennünket a sajtó, és mégis kitartottak. Végig ott álltatok mellettem, mert ez nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon szükséges volt számunkra, hiszen néha úgy éreztük mi is, hogy elbizonytalanodunk, de a Jóisten segítsége, illetve a ti támogatásotok mindig átbillentett bennünket ezen a holtponton. És természetszerűen köszönetet mondok a választópolgároknak is,
hiszen a választópolgárok bölcs döntést hoztak, mi álláspontunk szerint józan döntést hoztak, és választókerületünk újra csatlakozott az országhoz, csatlakozhatott az országhoz. És az a 3 éves megtorpanás, ami jellemezte ezt a választókerületet, az reményeink szerint egy újra emelkedő pályára viszi majd ezt a választókörzetet is. Olyan emelkedő pályára, mint amilyen emelkedő pályán és magas pályán volt elődöm Lasztovica Jenő munkássága idején. A Jóisten segítségével és az ő hathatós támogatásával szeretném ezt a választókerületet úgy irányítani, hogy úgy vezetni és úgy képviselni, ahogy azt Jenő tette az elmúlt időszakban. Ehhez kérte Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő a jelenlévők és valamennyi választópolgár támogatását. Együtt sikerülni fog, és felemelhetjük újra ezt a választókörzetet, zárta gondolatait az újonnan megválasztott parlamenti képviselő. Elindult egy újabb pályázat megvalósítása, melynek révén a felszíni csatorna elvezetés fog megtörténni a város 2 fő utcájában. Az önkormányzat által megnyert támogatási összegből, amely néhány ezer forinttal több, mint 78 millió, a Petőfi és az Árpád utcában történik a beruházás. Előreláthatólag 2-3 hónapig tartanak a munkálatok. A város polgármesterét hallják most. Ez az a projekt, amit azon az emlékezetes napon, amikor zuhogott a hó, nyitottunk meg, tulajdonképpen ott a Ramazetter iskola előtt, tehát a csapadékvíz elvezetés projekt ez, ahol a kivitelező az SLBAU, és nem ott a Ramazetter utcában, hanem a Petőfi utcában kezdik el, mert ugye egyébként a Ramazetter, illetve elnézést a Ramazetter iskola előtt az Árpád utca és a Petőfi utca az a két terület, ahol ezek a munkálatok folyni fognak. Hát elkezdődött, én nagyon remélem, hogy 2-3 hónapon belül végeznek is. Felfordulásra tulajdonképpen olyan értelemben számíthatnak az ott lakók, hogy nyilván a saját kapujukhoz való bejutás egy kicsit nehezebb lesz, körülményesebb, de ezt mindenhol megoldja a kivitelező, tehát ilyen szempontból sem kell félni, meg hát nyilván a parkolási lehetőségek, illetve közlekedés egy kicsit le fog lassulni a munkálatok miatt. Ahogy láthatják, a sümegiek ott a jéggyártól nem messze létrehoztak egy olyan területet, ahova az építési anyagokat betárolja a kivitelező, és folynak a munkálatok. Persze természetesen, mint minden ilyen projektnél, ahol a föld alatt kell tenni valamit, és igazából akkor derülnek ki a problémák, amikor már ásnak egy kicsit. Hát itt is vannak, ha jól hallottam. Úgy tudom, hogy van néhány helyen probléma, hiszen a szennyvíz kivezetések nem mindig olyan mélységben vannak, ahol annak lenni kéne, vannak olyan helyek, ahol nincsenek is erről tervrajzok, úgyhogy vannak azért itt kezdeti nehézségek, de hát nem ez az első projektje kivitelezőnek, tehát biztos vagyok benne, hogy úrrá lesz ezeken a nehézségeken, és szépen haladni fog ez a beruházás, és akkor már készen állunk arra, hogy reményeink szerint azért még az idén nyár vége felé elinduló körforgalom projektet is egybe lehet csiszolni ezzel a beruházással. Ugyancsak pályázattal kapcsolatos most következő hírünk. Az önkormányzat sikeresen szerepelt a bölcsőde építési programban. Ennek köszönhetően a jelenlegi óvoda udvarán belül meg fog épülni egy új, modern, 24 kisgyermeknek napközbeni otthon biztosító épület. Minden kisgyermekes család életében nagyon fontos esemény, amikor gyermekük közösségbe kerül. Sokszor igen nehéz és komoly döntés eredménye. Minden bizonnyal jelentősen befolyásolja az elhatározást a bölcsőde felszereltsége állapota is. Nos, Sümegen minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a tárgyi körülmények a legoptimálisabbak legyenek, hiszen egy megnyert pályázat segítségével megvalósul a városvezetők terve, létrejöhet az új épület, mely helyet ad majd a legkisebbeknek.
Ez nem olyan régen történt, tulajdonképpen a választások előtti napokban, 8-a előtt kaptuk a hírt, hogy támogatást nyert a Bölcsöde fejlesztése című pályázatunk is. Ez 80 millió forintot, valamivel több mint 80 millió forintot jelent, tehát nem sokára elkezdődhet az új bölcsődének az építése is. Természetesen ez ugyanazon a telephelyen lesz, tehát a régi Adi iskola, mostani óvoda területén, de egy új épületet fogunk, egy nagy, korszerű épületet napozó udvarral a kicsiknek építeni, és hát remélem, hogy néhány év múlva már létszámgondjaink lesznek a bölcsiben is. Jelenleg a bölcsőde a Kompanik óvoda keretén belül működik, egy épületben, de elkülönítve a nagyobbaktól. Bölcsődénk jelenleg 12 fővel üzemel, és ez a jogszabályoknak megfelelő, vagyis ez azt jelenti, hogy ha 2 évesnél kisebbek a gyerekek, akkor egy csoportban csak 12 gyereket lehet fölvenni. A 12 kisgyerekkel 2 gondozónő foglalkozik, személyes gondoskodás folyik, mindegyik kisgyermeknek saját gondozónője van. Az elmúlt évek, az éveket nézve változó volt a bölcsődében az érdeklődés, és a tavalyi év, a 2017-es beiratás, az volt egy kicsit más, mint az előző, ugyanis annyian iratkoztak be a bölcsődébe, hogy 5 kisgyereket vissza kellett utasítanunk, mivel nem fértek be, tehát nem volt annyi férőhelyünk. Az elmúlt években változó volt az érdeklődés, tudtuk meg az óvoda vezetőtől. Többször előfordult azonban, hogy vissza kellett utasítaniuk a szülők kérését helyhiány miatt. Erre is megoldást nyújt a most megvalósítható új épület. Ha a pályázat megvalósul, amelyet ugye most nyertünk meg, akkor az azt jelenti, hogy 24 férőhelyünk lesz a bölcsődében, és akkor az igényeket valószínű, hogy ki tudjuk elégíteni, és én úgy látom legalábbis az utóbbi időszakban az érdeklődést, hogy lesz is erre 24 férőhelyre érdeklődés. A tervezett fejlesztés keretében egy új, korszerű, körülbelül 300 négyzetméter alapterületű bölcsőde építése valósulhat meg. Egy tornaszoba is kialakításra kerül, ez újabb színvonalas ellátást eredményez. A beruházás részét képezi egy fedett pihenőterasz kialakítása is, mely minden bizonnyal a kedvence lesz majd az apróságoknak. A tervek szerint 2020-ban vehetik birtokba az új épületet a 3 év alatti gyermekek. Nagy hagyományokkal bír a Kisfaludi Napok programsorozat a gimnáziumban. Ezúttal is színes volt a paletta. Megemlékeztek a diákok az iskola névadójáról, sokféle tanulmányi verseny és sportvetélkedő zajlott. Részt vehettek solymász, valamint akrobatikus kosárlabda bemutatón. Találkozhattak jól ismert színészvendéggel, sor került a jelmezes utcai felvonulásra is, és az osztályok vidám vetélkedése is sikert aratott. Most rövidebb összefoglalónk következik, de a mai magazin műsorban láthatják a részleteket is. A gimnázium udvarán a Kisfaludi szobor előtt gyűltek össze a diákok. Itt került sor a Kisfaludi Napok programsorozatának megnyitójára. A szereplők ismertették a város költőjének életútját, a jelentősebb állomásokat. Költőnk birtokán a mezőgazdaságnak és az irodalomnak élt. Ez időben lépett fel a közönség előtt is a hímfi szerelmeivel. Lugosi Csenge, a gimnázium diákja, saját versét is előadta. Született Sümege. Aznap sütött fent a nap, át az ablaküvegen, a gesztenyefák alatt. Szerette a magyar nyelvet. Írt, rajzolt és zenélt. Habár néha csatát vesztett, csak a hazájának élt. A házában itt halt meg. Ezt sírják a kis utcák. Habár, ha feltámad a szél még, suttognak a gesztenyefák. A programsorozat a tavasz legnagyobb eseménye, hangsúlyozta az intézmény igazgatónője. Azt kívánom mindenkinek, hogy a versenyeken nagy számban vegyetek részt, szép eredményeket érjetek el, érezzétek jól magatokat. Mindenkinek nagyon jó szórakozást, és még egyszer sikeres versenyzést kívánok. Ezúttal megnyitom akkor a 2018-as Kisfaludi Napokat. A
A néptánc bemutatót követően elhelyezték a tanulók a tisztelet és megemlékezés koszorúját Kisfaludi Sándor szobránál. Minden évben egy-egy osztály vállalja a szervezést, mely ezúttal a 10. C osztályra jutott. Rengeteg készülést, rengeteg energiát jelent nekem, és szerintem mindenki beleadott apait, anyait, és így a végére szerintem nagyon jól összehozta az összes, szóval igazából ez egy csapatépítő tréning szerintem. A diákok lelkesedése, kedve óriási volt, mely megnyilvánult a programsorozat minden egyes részénél. A Kisfaludi Napok programjaiba mai Ablak című magazinunkban nyerhetnek bepillantást. Megjelent a Sümeg és Vidéke áprilisi száma, tavaszi hangulatot árasztva olvasóink felé, jó kívánságot közvetítve anyák napja alkalmából. A hónap jelentős eseményeiből emeltünk ki néhányat, ezekkel kapcsolatban olvashatják a város vezetőjének gondolatait. Szó esik a szakképzés elindításáról, a tanúszoda átadásáról és a jövőnket meghatározó választási eredményekről. Ehhez kapcsolódik térségünk új országgyűlési képviselőjével készített interjút is. Értesülhetnek az újabb pályázati sikerekről, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület felhívásairól, köztük a vidék minősége védjeggyel kapcsolatos tudnivalókról. Szemezgethetnek fesztivál kedvelő olvasóink a Gesztenyi Virág Fesztivál részletes programjaiból, majd gyönyörködhetnek az elkészült és már hivatalosan is átadott tanúszoda képeiben. Ebben a hónapban sem maradt ki a kulturális ajánló, van egy diák újságírónk is, minden fontosabb adgesztenye hatásairól, egy kis recept és most másodszorra újra keresztrejtvény. Olvassák, forgassák a városlapját, Sümeg és Vidéke áprilisban is. A környezettudatos nevelést jó minél hamarabb elkezdeni. Tudják ezt a Kompani Zsófia óvodában is, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a kicsik ökoszemléletének kialakítására. A földnapja több lehetőséget is biztosít erre. A hagyományos galéria megnyitón is ez volt a cél. Az ovisok újrahasznosított dolgokból készítettek díszeket, a csigacsoport pedig a környezetvédelemmel kapcsolatos kis műsort adott elő. Színes virágok, pillangók. Tavaszi hangulat költözött az óvoda előterébe. A földnapjához kapcsolódott a tavaszi galéria megnyitó a Kompani Zsófia óvodában. Az egybegyűlteket Vargáné Szita Beáta, a Zöld Óvoda munkaközösség vezetője köszöntötte, majd a Csiga csoport adott elő egy tanulságos kismesét. Föld a jó utat, hogy látogatást tesz a birodalmába. Hatalmas birodalommal büszkélkedhetek, övé az összes erdő, vér, folyók, tengerek, a bennük élő növényekkel, állatokkal együtt. Mi történt, erdő ura, miért vagy ilyen szomorú? Ne is kérdezz, földanya, annyi minden történt, mióta megtalálkoztunk. Régen minden olyan szép volt, az emberek vigyáztak a növényekre. A fákra, virágokra sokszor jöttek gyalogosan, biciklivel kirándulni. Odafigyeltek az állatok, növények védelmére, az erdő biztonságára. Mára minden megváltozott. Nem tudom, hogy miért, de kivágják a fákat, letöldelik az állatokat, s rengeteg szemetet hagynak maguk után. Ezért vagyok szomorú, mert nem tudom, hogy mit is kéne tennem, hogy az emberek ismét rám figyeljenek. Mi történt, vizek ura? Miért vagy ilyen szomorú? Amikor utoljára nálad jártam, még vígan csobogott a kis patak, büszkén mutogatta a folyóidat, tengereidet. Ne is kérdezz, földanya, mára minden megváltozott. Nem tudom, hogy miért, de tisztítják a patakok, folyók, mezőit. A tengerek, óceánok nagy veszélyben vannak. Kérlek, segíts rajtunk!
sokat megteszek, remélem találok még olyan embereket, akik hajlandók lesznek segíteni. Kürti napocska, itt a nyár, itt a pár, sót törünk, borsot törünk, többje harangózunk. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra, ne csücsülünk, sétálunk, sétálunk, egy kis dombra, ne csücsülünk. Szereplők most össze is foglalták nekünk a történetet és annak mondani valóját. Arról, hogy megvédjük a környezetet, nem dobáljuk el a szemetet. Azért, mert akkor minden kibelelét és tiszta, piszkos lett a talpa, a cipője, zoknia, bármilyen, ami csak amivel megy. A kiállítás megnyitó keretében az egyik anyuka ötvös munkáit is bemutatták. Ő szólt a kézműveskedésről a gyerekeknek. Az alkotásnak a különlegessége és a szépsége szerintem a legjobb az ékszerkészítésben. Olyan fémeket munkál meg az ember, olyan anyagokat, amiről a hétköznapi ember azt hiszi, hogy nem is lehet vele semmit sem kezdeni, úgyhogy én ékszerészként nekem ezt tetszett a legjobban igazából, illetve hát az alkotói szabadság az, hogy amit elképzelünk, az szinte megvalósítható, és ezáltal egyedi dolgokat tudunk alkotni. A műanyag újrahasznosítással foglalkozó Sümegi Everplast cég sok mindenben támogatja az óvodát, ők is szorgalmazzák a környezettudatos nevelést. Egyrészt, mert céltudatosabb, környezettudatosabb felnőtt válik belül, másrészt így a felnőtteket is, a szüleiket is rá tudjuk egy kicsit vezetni a környezettudatos életmódra, arra, hogy vigyázzanak a bolygónkra. A galéria megnyitó egy programsorozat nyitánya volt. Óvodánkban nagy hagyományai vannak a Földnapjának a megünneplésének, megemlékezésének. Ebből egy tevékenység sorozatot folyamatosan állítottunk össze, több programot fogunk szervezni a gyerekeknek. A galéria megnyitója volt a megnyitó eseményünk, és innentől még jövő hét első két napjára faültetést, fűszerkert és gyógynövényültetést terveztünk, kirándulást a természetvédelmi területekre, és a Everplast Zrt-t látogatjuk meg az iskolába menő nagy csoportosainkkal. A faültetésről és a kertészkedésről a jövő heti adásunkban számolunk majd be. Köszöntöm kedves nézőinket! Elsőként futásról, majd kézilabdáról, labdarúgásról és végül, de nem utolsó sorban, röplabdáról is szó lesz. Futás. Nagy Miklós első helyen végzett Sárváron a 17. alkalommal megszervezett 6 órás futóversenyen. A 6 óra alatt kicsivel több mint 66 kilométert futott le. Csanári Bence, a Ramazetter iskola tanulója vasárnap Balatonfüreden vett részt egy nagyszabású futóversenyen, ahol 2000 sportoló nevezett összesen. Bence 6,2 kilométeren harmadik lett kategóriájában, a felnőttek között Sebestyén Zsolt pedig 10,5 kilométeren második. Kézilabda. Az U8-as kézilabda csapatunk Tapolcán szerepelt. Ajkai együttesek ellen egy győzelem és egy vereség lett a mérleg. Kiváló lehetőség volt a gyakorlásra. Labdarúgás. A Fair Play Kupa megyei döntőjén Veszprémben második helyen végeztek a gimis fiúk. Azonban nem sikerült tovább jutniuk, mivel csak az első helyezett mehetett tovább az országos elődöntőbe. Megint foci.
A megyei első osztályban játszó csapatunk Devecserrel játszott az elmúlt hétvégén, és 2-1 arányú győzelmet aratott. Így elhozták a fiúk a 3 pontot. Röplabda. Ismét a 6-os döntőbe került a Sümeg Dabronc gyermekcsapata. Az országos elődöntő második tornáját Sümegen rendeztük, ahol a Székesfehérvár, Dunakanyar és a Dák csapatait fogadtuk. A Fejér megyei csapat lett az első, csoport másodikként pedig a mi csapatunk végzett, így a két együttes már biztos bent van az ország legjobb 6 csapatában, a gyermekkorosztályban. Kedves nézőink! Köszönöm a figyelmüket, várom Önöket a jövő héten is! Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Választás. Átvette megbízó levelét Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő. Csatornázás. A Petőfi és az Árpád utca érintett a fejlesztésben. Új bölcsöde épül. Pályázati támogatással jön létre az óvoda udvarán a modern épület. Híradónk után az ablakkal a Város közéleti magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban elsőként a közelgő Gesztenye Virág Fesztivál programjairól hallhatnak, majd ügyes diákok nyilatkoznak versenyeikről, végül pedig a Kisfaludi Napok összefoglalója következik. A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazinműsorainkat is megnézhetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon! Várjuk kedves nézőinket a jövő héten is!